Maja Lönde, Hónővér, negyedik fejezet. Amint megittük a kakaót, úgy gondoltam ideje hazamennem. Noha igazából nem volt kedvem elindulni. Ám mégiscsak van határa, hogy meddig maradhat az ember egy lánynál, akit valójában egyáltalán nem is ismer. Lassan mennem kell, mondtam. Lassan? kérdezett vissza Hedvig. Igen, lassan ideje indulnom, feleltem, és hallottam, ahogy a mondat vége kérdésbe csavarodik. Lassan. Nincs ki erre nyerekbe pattan, jegyezte meg Hedwig nevetve. Micsoda, értetlenkedtem. A bátyám szokta ezt mondani, és mint mindenben, ebbe is igaza van. Az, hogy lassan indulnod kell, szerintem azt jelenti, hogy még várhatsz egy kicsit. És ő is biztosan ezt mondaná. Rendben, feleltem. Szeretsz bújócskázni? Remélem, minden épeszmű ember szeret bújócskázni. Ha pedig éppen a város legjobb bújócskázó házában vagy, akkor nyilván nem mondhatsz nevet egy rövid menetre. Igaz? Látom, lassan be kell adnom a derekamat. Lassan, már megint ezt mondtad. És bizony, muszáj beadnod a derekadat. Oké, egyeztem bele. Bizsergészti éreztem a lábamban. Az, hogy bújócskázzunk a gaj villában, az elképzelhető legviccesebb ötletnek hangzott. Én leszek a hunyó, te meg bújj el, mondta Hedvig. Igazságtalan lenne, ha én bújnék el először, hiszen ismerem a ház minden zegét zugát, és soha az életben nem találná meg. Azt pedig nem szeretném, ezért neked kell elrejtőznöd. Hedvig az ajtó félfának dőlt. Húszig számolok, aztán összeszorította a szemét. Egy, kettő, három. Kisijedtem az előszobába, halkan becsuktam magam mögött a konyha ajtaját, és körbenéztem. Az előszoba egyik oldalán három ajtó állt, a másikon is három, és a végéről lépcső vezetett fel az emeletre. Gyorsan a legközelebbi ajtóhoz léptem, és benyitottam. A nap itt találtam odabent. Beosontam, és körbe pillantottam, a falakat zöld tapéta borította, és az egyik sarokból egy vaskályhából melegség áradt. Ide is kikerültek már karácsonyi díszek, az ablakokban papírtélapók lógtak, mellettük fénylő karácsonyi csillagok. Az egyik fal mellett egy hatalmas bársony kanapé állt, puha párnákkal egy kedves idős hölgyre emlékeztetett. Kedvem lett volna felhuppani rá és a párnái közé temetkezni de nekem éppen elbújnom kellett, itt pedig nem találtam arra alkalmas helyet. Sietve visszamentem az előszobába, Hedwig még mindig számolt. Tíz, tizenegy, tizenkettő, újabb ajtón nyitottam be. Oda bent nagy könyvtár fogadott, minden falat könyvek borítottak, rájuk pillantottam, a többségük réginek tűnt. Sötétvörös bőrből készült könyvkerincek aranybetűkkel, a padlón vastag szőnyeg, az ablaknál fehérre festett hintaszék, a párkányon pedig egy jókora adventi koszorú, amelyben három gyártya már félig leégett, ahogyan kell is lennie, elvégre közeledett az advent negyedik vasárnapja. De itt sem volt hova ábújni. Most már igazán igyekeznem kellett. Gyors léptekkel kimentem az előszobába. 15, 16, 17, számolt hetvig. Már éppen fordultam volna el a könyvtártól, amikor valami megtorpanásra késztetett. Ez nem lehet. Tettem néhány lépést vissza a szobába. Különös. A hintaszék, amely az imént fehér, fényes és szép volt, hirtelen szürke, kopott és poros lett. Megdermedtem. Pislogtam, megdörzsöltem a szememet. Talán a fény miatt lehet, gondoltam. A szék az egyik oldalról fehérnek tűnt, a másikról meg szürkének. Igen, ez lehet az oka. Tizenkilenc, húsz, muszáj elbújnom. Visszasiettem az előszobába, vetettem egy utolsó pillantást a hinteszékre, és lám, megint ragyogóan fehérnek tűnt. Igen, biztos a fényt tévesztett meg. Benyitottam egy újabb ajtón, amely egy szűk takarítószobát rejtett. Beugrottam éppen, amikor Hedvig elkiáltotta magát. Aki bújta, aki nem, megyek! Hallottam, hogy nyikorog a padló, amint kilép a konyhából. Hangtalanul lépkedett az előszoba puha szőnyegén, de résnyire nyitva hagytam a helyiség ajtaját, és a keskeny csíkon át láttam, ahogy lopakodik előre. Szép egyes egyesével bekukucskált a szobákba, aztán felment a lépcsőn, az emeletre, és eltűnt hosszú időre. Én közben a takarító szobában kuksoltam, kezdtem kényelmetlenül érezni magamat. A felmosó szaga bántotta az orromat, egy partvés feje a nyakamat csiklandozta, de próbáltam kényelmesebb pózba helyezkedni. Ami képtelenség volt anélkül, hogy lenelökjek valamit a polcról. Aztán megint a hintaszék jutott eszembe. Csak a fény miatt lehetett. Mégis ilyet azelőtt sosem tapasztaltam, hogy a fény ennyire megtévesszen. Már ha a fény volt. A házban síri csend uralkodott. Hedviget már nem hallottam. Mennyi ideje keres, és ha elment, mi van, ha egyedül maradtam itt? Nem, mintha félnék a hintaszéktől, de ez mégiscsak Hedvigék háza, és furcsa érzés volt úgy ott lenni, hogy ő nincs velem, és senki más sem. Lehet, hogy elő kellene bújnom, hogy megkeressem. Talán lefújta a bujócskát, csak nem szólt nekem. De aztán még mielőtt ezt tovább gondolhattam volna, hirtelen kinyílt a helyiség ajtaja. Ilyettemben felugrottam. Hedvig csak nevetett. Sikerült! Végig tudtam, hogy itt vagy, ahogy elmentem előtted, láttam, hogy csillog a szemed idebent, de gondoltam, hagylak még egy darabig, és felszaladtam, hogy félrevezesselek, és a hátsó lépcsőn jöttem le, hogy a másik oldalról tudjak ide lopakodni, és ne vegyél észre az ajtó résén át. Jaj, nagyon megijesztettelek? Drága Noel, mondj valamit, nagyon megijedtél. Teljesen sápat vagy, nem akartalak megijeszteni, azt gondoltam, viccesnek találod majd. Ne haragudj, hogy rád ijesztettem. Bocsánat! Reszkedtem, és bizonyára sápat is voltam. Igen, Hedvig tényleg megijesztett, de nem azért remektem, hanem a hintaszék miatt. Hedvig annyira sajnálkozó képet vágott, hogy sietve álmosolyodtam. Jól vagyok, mondtam, csak jól rám ijesztettél. Erre megint felnevetett. Az biztos. Tudod, ebben nagyon jó vagyok. Akarsz te lenni a hunyó? Ígérem, hogy olyan helyre bújok, ahol nem túl nehéz megtalálni. Az órámra pillantottam. Hűha, mindjárt vacsora idő van, haza kell mennem. Tényleg, kérdezte Hedvig, muszáj. Egyszerűen olyan csalódottnak tűnt, mintha elvettem volna előle a legnagyobb és legkeményebb csomagot a karácsony De te is nem sokára vacsorázol, nem? kérdeztem. De, felelte Hedvig, hát persze. Megkerestem a téli cipőmet, és leakasztottam a kabátomat a fogasról. Akkor majd találkozunk? kérdeztem. Találkoznunk kell, válaszolta Hedvig. Aztán felderült az arca. Eljössz holnap is? Már holnap? Szombat lesz, jöhetsz reggelire. Én majd elkészítem. Nem is sejted, milyen jól tudok tükörtojás sütni. Muszáj volt elmosolyodnom. Azt hiszem, otthon kell reggeliznem, feleltem. Ó, oh, mondta Hedvig, na és utána? Utána nem tudnál visszajönni? Léci, léci, léci! Bólintottam. Jó, arról lehet szó. És hazafelé azt éreztem, hogy kifejezetten jól vagyok, hogy hosszú idő után először várok valamit.